Autómentes nap a Kesjár iskolában. A gyerekek és a tanárok gyalogmentek suliba. Folytatódik a német nyelvtanfolyam, meg a Szabad Egyetem sorozat, de mi a helyzet a felújítással a Heimat Múzeumban? Együtt szüreteltek a testvérek, már 6. alkalommal rendezték meg a testvérvárosi találkozót a szürettel egybekötve a Csiki pihenőkertben. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kállai Lajos. Közel 500 napirendi pont szerepelt a képviselőtestület mai ülésének napirendjén. Jó estét kívánok! Az ott történteket élőben közvetítettük, amit nem sokára Városi Magazin után meg is ismétlünk majd, és a pénteki adásunkban részletesen össze is foglaljuk majd. Most viszont jöjjenek a legfontosabbak Solymosi László kollégámtól. Szia, Laci! Szervusz, jó estét kívánok! Alapvetően két figyelemre méltó dolog történt ezen a testületi ülésen. Az egyik rögtön az elején a napirendek tárgyalásakor, ugyanis miután a pénzügyi bizottság elnöke visszakérte a Fidesz frakció által beterjesztett előterjesztéseket, a frakció tagjai kivonultak az ülésről, nem vettek részt a munkában. A másik fontosabb kérdés az a Komáromi utca, Breczpeld utca, kenyérgyál által határolt területről folyt. Itt gyakorlatilag változtatási tilalmat rendelt el a testület, amit a képviselője a tulajdonosnak nem igazán támogatott, így meg is lebegtette, hogy esetlegesen a terület értékesítésén, ha a város nem akarja megvásárolni, menekült befogadó tábor létesítésére fogják ezt eladni. Ennek a város különösen nem örült. Részleteket majd a összefoglalóban láthatnak a kérdésről. Solymosi László, köszönöm. Pár lépést tettem a tisztább levegőért. Ez a felirat szerepel azon a kuponon, amit a Kesjárba járó gyerekek kaptak tegnap, legalábbis azok, akik gyalog vagy a városi kisbusszal érkeztek az iskolába. Budaörsön most először csatlakozott egy intézmény az autómentes naphoz, ami idén már nem csak egynapos volt, hanem egy hetes. Azt a nevet adták a kezdeményezők, hogy Európai Mobilitási Hét. A kampány célja az élhetőbb városok kialakítása úgy, hogy a lakosok az autóikat ne használják szükségtelenül. Szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából reggel 7 és 8 óra között jelképesen egy kicsit megbénították az autóforgalmat a diákok a Kesjár Csaba általános iskola közvetlen környezetében, arra ösztönözve az osztálytársakat és a szülőket, hogy lehetőleg gyalog, esetleg biciklivel, vagy épp rollerrel közelítsék meg az iskolát. Aki ebben partnernek bizonyult, az természetesen egy kis cédulát is kapott a bekötő utak mellett várakozó diáktársaktól. Itt van ez a cédula, amin az árát, hogy pár lépést tettél a tisztább levegőért, és mi vagyunk a 9-es számúak, már 15 szám van, és mi lehetünk a 9-esek. Kinek kell odaadni ezt a cédulát majd? A embereknek, a gyerekeknek, akik jönnek a suliba, vagy nem járművel, csak kerékpárral, rollerrel vagy gyalog. És ők kinek fogják majd odaadni, és mi lesz ennek a sorsa? Ők az osztályfőnöküknek, és rendeznek egy verseny százalék alapján, és kihirdetik a győzteseket alsóba, felsőbe. Már azért 3-4-en elhaladtak itt mellettünk, neki is osztottunk cédulát. De viszont azért van jó pár ember, aki szintén ugyanúgy kocsival jön, vagy csak tovább megy másik utcába, de ahol szintén ugye állnak osztálytársaim, ott is osztanak. Bár 7 és 8 között még alig-alig érkezett diák az ellenőrző pontokhoz, ez a tendencia szép lassan megfordult, és 7:30 után már tömegesen jöttek gyalogosok az iskola felé a szervezők nagy örömére. Köszönjük szépen! Nem szoktunk ilyen módon csatlakozni országos kezdeményezésekhez, lehet, hogy itt lenne lassan az ideje. Azonban, ha van egy olyan lánglelkű tanítónk, mint Zsóka néni, Félbudő Zsóka néninek ismeri, akkor ez így működik, egy nap alatt összerakta ezt a programot. Én inkább annak látom a jelentőségét, hogy a Kesjár iskolában hogy működnek ezek a dolgok. Flashmobnak is tekinthetem, közösségi helyzetnek is tekinthetem, a mi autonómián képítésének is tekinthetem, hogy mi bizony megcsináljuk, hogy Budaörsi része miattunk le van zárva. Végtelen sokat segített a rendőrfőkapitány, aki itt szülő, épp úgy, mint a közterület felügyelet, úgyhogy úgy tekintem, mint egy közösségi alkalmat, amitől még inkább összetartozunk holnapra. Az ötlet onnan jött, hogy többször olvastam és hallottam arról, hogy a mobilitási héttel próbálják az emberek figyelmét felhívni arra, hogy a környezetünkre vigyázni kell. És akkor azt gondoltam, hogy kezdjük el valahol mi is,
és a szeptember 22-e az autómentes világnap, és ennek kapcsán próbáltuk ezt a kis akciót létrehozni. Az én osztályom volt a fő kezdeményező, készítettünk plakátokat, készítettek a fiúk egy kis filmet, amivel a többieket buzdították, iskola gyűlésen levetítették, és én szerintem nagyon sikeresen, mert hogy nagyon sokan jönnek gyalog, busszal, biciklivel, és azt gondolom, hogy nekik, náluk a legfontosabb elkezdeni, hiszen ők lesznek a jövő döntéshozói, és most még nincsenek ugyan döntéshelyzetben, de azt látom, hogy a könnyeikkel is tudnak hatni a szülőkre, hogy támogassák őket. A másik dolog pedig, hogy nagyon jó kezdeményezés itt Budaörsön ez a kis busz, hiszen a gyerekek iskolába érkezve tudnak azzal jönni, tehát a szülő fölteszi egy távolabbi ponton, és itt az iskola előtt leszállnak. És most főleg, hogy elmondtam a Home Kft. Vezetőjének ezt a kezdeményezésünket, és ő nagyon nagyvonalúan tulajdonképpen a két menetrendszerinti járat közé még egy járatot berakott, és ezért segítette azt, hogy még többen jöhessenek busszal. A tendencia úgy tűnik, az akció mellett is elfogadott és bevett már a diákok között, hiszen a megkérdezettek közül, mint kiderült, sokan járnak másnapokon is gyalog, kerékpárral, vagy éppen autóbusszal az iskolába, gépkocsival a legritkább esetben jönnek, így naponta tesznek egy kicsit az egészségesebb környezetért. Általában hogy szoktatok jönni iskolába? Hát vagy gyalog, vagy busszal. Tehát te sose jössz autóval, te mindig autómentesen közlekedsz? Hát, igazából ma szoktunk pont, mert ma van az öcsének úszás, és oda kell vinni az úszodához, de hát ezért most gyalog jöttem. Évek óta nem ez a cím, ami az iskolára ki van írva, de benne van a kultúránkban az egészségnevelés, mint érték. A testnevelés órák nálunk már régen másként működtek, mint ahogy a többi iskolában, illetve az, hogy sok korágán máig is kerékpározik, nem csak azon a napon, mikor forgatnak, és az, hogy mi túrázunk, hosszatúra van az iskolában, illetve rengeteg kollégám komolyan sportol, ma is torna vár rájuk délután, az egyértelműen a KES jár egyik színe. Bonner bácsi! Ez igen, jó van! Ezt a testnevelők is bizonyították, hiszen volt, aki kerékpáron, volt, aki futva érkezett az iskolába. Orsi néni futva érkezett! Kamara bácsi, törökugrató! Kaptál? Mi csodán? Akkor neked külön adok. Megérdemled, jól van! Gajdos Frank Katalin, a Heimat Múzeum igazgatója a ma esti vendég. Kezdjük, jó estét kívánok! Azért hívtuk meg, mert hogy holnap újraindul a Szabad Egyetem sorozat, meg sok más programról is beszélgetünk, és mindjárt erről is kérdezem, de kezdésként kezdjük a múzeum felújításával. Sokszor már életveszélyes állapotok voltak a múzeumban, az életveszély elhárítás az megtörtént, leginkább aládúcolással. Mi most a helyzet a múzeumban? Igen, ez szerencsére az aládúcolás az megtörtént, mert tényleg már ki kellett írnunk, jöttek iskolás gyerekcsoportok, hogy oda belépjenek. Ugye tervek alapján tudunk bármit lépni, pályázatokon részvenni, vagy bármilyen segítséget kapni, és a tervek azok most készülőben, gyakorlatilag most már utolsó fázisába léptünk, tehát a Városházával is két alkalom, és a főépítész úrral is tudtuk beszélni, leülni, tárgyalni, és ő is a szakmai hozzáértésével segítette ezt a munkát. Úgyhogy reménykedünk abban, hogy most tényleg gyakorlatilag heteken belül kész lesznek a tervek, és kész tervekkel, ami ugye aktualizálva van az eddigi, hát 2007 óta húzódó terveket, ez alapján akkor tényleg úgy pályázni tudunk, valamint reménykedünk abban, hogy ugye segítséget kapunk. Hát ugye ez közös kincsünk, közös érdekünk maga a múzeum, és az, hogy az állapot az folyamatosan rendben legyen. Úgyhogy szerintem Budaörsváros önkormányzata is a szívén viseli azt, hogy az megfelelően, megfelelő állapotban maradjon, illetve természetesen mi is. De akkor, ha jól veszem ki a szavait, ezek egyelőre csak tervek és vágyak. Hát azért mondjuk már konkrétumok olyan szempontból, hogy amíg ugye nem voltak a kezünkben kész aktualizált tervek, addig tényleg csak elméletben tudtunk erről beszélni, most, hogy már ezek megvannak. Ilyenkor bármi pályázati kiírás történik, és ezt egyébként folyamatosan figyeljük és folyamatosan tesszük. A Városházával is már egy ilyen pályázaton megpróbáltunk erre támogatást kapni. Tehát így viszont már konkrétan tudunk lépni egyről a kettőre, kettőre a háromra. Lehet, hogy ez egy több lépcsős lesz, az is lehet, hogy ez több oldalról kell majd ezeket a támogatásokat, hogy megkapja a múzeum, és akkor így lesz teljes mértékben felújítva, de reménykedünk ebben. És most igazából Ritter Imre részéről is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, ugye az országos német nemzetiségi kisebbség szószólója a parlamentben, tehát azért reménykedünk, hogy többen ezt szíven viselik a múzeumunkat. És hogy juthatott idáig a helyzet? Valakik nem vették észre, hogy itt tenni kéne, vagy észrevették, csak nem volt rá pénz? Hát szerintem az utóbbi inkább, ugye azért Magyarországon általában az ilyen értékek, kulturális értékek, múzeumok,
azért mindig, hogyha arról van szó, hogy picit úgy összehúzzuk a nadrágszíjat, akkor általában a kultúra területén szoktak mindig úgy kevesebb és kevesebb és kevesebb pénzt rááldozni, úgy az adott emberek, mint maguk ugye a önkormányzatok, az ország, a költségvetés ilyen módon ugye csökkentik. Úgyhogy szerintem ez inkább az, hogy ez egy régi épület, 1887-ben épült, tehát azért már még szoktam mondani a gyerekeknek, hogy csókolomat köszönünk az épületnek, tehát tényleg egy régi épület, ami ugye az egyéb problémákkal, ami például, ami azért több budaörsi régi épületnél tudom és hallom, hogy a vizesedés, tehát egy csomó olyan dolog az elmúlt évtizedek, 10-20-30 éve ugye folyamatosan fennáll, ami egyértelműen ront az állapotán. És ugye Budaörsi intézmény legalábbis olyan értelemben, hogy itt van Budaörsön, de nem az önkormányzat tartja fent kizárólagossággal, igen, tehát nem a Budaörsi önkormányzaté a Heimatmúzeum. Miről szólnak a tervek? Tehát, hogyha sikerül rá pénzt találni, akkor milyen lesz a Heimatmúzeum? Hát maga ugye a tájház, mivel műemlékvédelem alatt álló épületről van, szóval ezért természetesen olyan szigorú szabályok mentén teheti meg a felújításban résztvevő szervek, illetve mi azt, hogy ez hogyan történje, maga a tervező is e szerint nézte meg a felújítás során, pontosabban ugye a tervek alapján. Ez ugye régi svábház, tehát mondjuk pontosan, régi igen, parasztház, igen, sváb parasztház, igen, nem múzeumnak épült. Hát nem múzeumnak, de ugye 87 óta múzeumként működik, és pont ezért, hogy a hagyományőrző jelleget és ugye a muzeális jelleget megtartsa, ezért nem mindegy, mondjuk nem rakhatunk be műanyag ablakokat, nem hiába mondjuk az modern, meg olcsó, meg gyorsabb, de mondjuk ezt nem tehetjük meg. Tehát az ilyen szabályok mentén próbáljuk, ugye itt nagyon fontos az, hogy az egész gépészete, a vizesedés meggátolása, hogy legalább akkor ne álljon víz a pincében, és olyan módon például a tornác is, amit említett is, hogy ugye a hátsó részt az gyakorlatilag le kell zárnunk, mert az olyan szinten kezdett omlani ugye a fedélrész, hogy veszélyes volt már a látogatóknak is. Hát mindenképpen olyan módon kell megerősíteni az épületet, hogy az összkép az ne változzon, tehát ugyanazt a régi sváb tájházat adja vissza nekünk, viszont biztonságos legyen, és ne csak 2 évig, ne csak 5 évig, hanem mondjuk 25-30-40-50 évig a gyerekeink, unokáinknak is. Akkor szabad egyetem előadássorozat, holnap indul újra. A holnapi előadás az, hogy bemutassák a fiatal kutatók eredményeit. Magának a programnak egyébként az a címe, hogy hogyan vált divattá a tájház alapítás, hogyan kerülnek a múzeumba a tárgyak. Uh-huh. Beszéljünk akkor a holnapi programról is, meg magáról a Szabad Egyetem előadás sorozatról, hogy mi ezzel a cél. Igen, hát ugye egy nagyon-nagyon kedves Budaörsön talán ismert is a Tóth Ágnes, dr. Tóth Ágnes, egy számos német nemzetiségi témájú könyvnek ugye a szerzője is. Ő Pécsen, a Pécs Egyetemen egy tanszéket vezet, és vele nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és vele indult ez az ötletelés, hát már több mint egy éve, hogy Budaörsön a Heimat Múzeumnak az előadó termében bőven van hely egy 35-40 emberre, tehát nagyon sok kutatóval találkozunk, jönnek hozzánk, anyagot gyűjtenek nálunk, illetve kapcsolatban vagyunk ugye konferenciák által is, és hogy egy kicsit úgy kapcsolódjunk össze, és akkor ő is, meg mi is, mi ugye a gyakorlati oldaláról, mint múzeum, ő pedig az elméleti oldaláról, mint kutató, illetve kutatók a segítő tanszékvezető asszony, egy szabad egyetemet indítsunk, és ahogy mondta is, ez az alap, hogy általában, tudjam, hogy ezt az előadók, azok doktoranduszok, vagy már egy bizonyos kutatásból doktorátok, tehát a német nemzetiség egy szeletéből nagyon-nagyon otthon vannak, és ezzel úgy gondoljuk, hogy mindenkinek egy újat is tudnak mutatni, ugye nem csak azokat a régi dolgokat, amit már sok helyen olvastunk, hanem egy új szeletét a német nemzetiségnek. De és ez akkor egy szakmai előadás, tehát ez a szakmának szól elsősorban? Is, meg nem is. Pont ezért szeretném ezt folytatni, hogy a tematika fontos, hogy a tavaszi szemeszterben 3 előadás volt, azoknak a tematika mindenképpen a történelem volt, és a történelmen belül a kitelepítés környéke 44-45-ös évek. Volt például többek között a Málenki robotról is előadás sorozat, 3 doktorandusz tartotta, és most az őszi kicsit a néprajz irányába fordultunk, pont emiatt is, hogy ne csak a történelem oldaláról lássuk ezt, hanem egy kicsit a néprajz oldaláról is. És most a nagyon kedves kolléganőm, ami azt mondja, Gabriela, jó páran ismerik, ő ugye itt a múzeumban is dolgozik, illetve a Magyarországi Német Nemzetiségi Tájház a központjának a vezetője is, tehát ő tájház témában nagyon-nagyon
otthon van, és a legautentikusabb módon tudja ezt közölni a hallgatósággal. Ő szeretne egy ilyen bevezető eladást tartani most az őszi szemeszterben, kimondottan a tájházakkal kapcsolatban, és nagyon örültünk, hogy már tavasszal is nagyon sok fiatal jött, például a gimnáziumból egy egész szakkörcsoport eljött, és köszönjük a tanároknak is, akik ezt ugye segítik, támogatják, és úgy örültünk, amikor láttuk a szemükben, hogy jaj, valami újat tanultak, valami más, vagy más szemszögből, mint amit idáig a történelem során tanultak. Valamint tényleg, aki mondjuk ebben az irányban fog talán később egyetemre jelentkezni, akkor neki egyfajta segítség is, hogy kapcsolati tőke, illetve ismerettség, meg olyan témák, amik csomó dolog ebből tovább kutatható. Azt mondta, hogy látta a diákok szemében az örömöt. Én is ezt láttam, amikor arról forgattunk, hogy a Heimat Múzeumban hogy él a múzeum, tehát, hogy amikor a gyerekek akár tanítási óra keretében is elmennek a múzeumba, és főleg kisebb általános iskolás gyerekekről beszélek, akkor nem csak a tablókat nézhetik meg, nem csak a bútorokat nézhetik meg, hanem nagyon sok mindent ki is próbálhatnak, át is élhetnek. Igen. És talán ez a múzeum jövője, hogy itt sokkal jobban megmarad bennük. Pontosan mi is mindig erre fektetjük a hangsúlyt, ugye mindig van állandó és időszaki kiállításunk, és az időszaki kiállítás mindig egy nagyobb és egy kisebb teremből áll, és a kisebb teremben mindig olyan dolgok vannak kiállítva, ami kézzel fogható. Tehát, hogyha egy gyermek érdeklődik, akkor nem csak a vitrín mögött lát valamit, hanem a kezébe vehetés. És általában, mint pont a mai nap is egy 45 főből álló csoport gyerekekből álló jelentkezett, hogy jönnének busszal, és hogy megnézzék a múzeumot, ilyenkor mindig feltesszük a kérdést nekik, hogy szeretnének csak simán tálatvezetés, vagy esetleg egy honismereti órát, vagy egy kézműves foglalkozást, és ezt időben jelzik, tehát nem egy nappal előtte, de mondjuk egy héttel korábban, akkor mindig azt szerint fel is készülünk, és ezt nagyon sokszor élnek ezzel a lehetőséggel, tehát maga nem csak egy száraz ugye tálatvezetés, hanem egy kézzelfogható, és utána általában vagy mondjuk az adott témából néprajzos kolléga, nőim közül valaki, vagy jó magam is, vagy aki otthon van ebben a témában egy előadást tart nekik, illetve kézműves foglalkozásokon is jobban megtanulják, vagy megszeretik igazából a gyerekek ezeket a dolgokat. De valami ilyesmi a hagyományőrző szakkör is, amit önöknél vezet Komjádni udvarnoki Margit. Ez folytatódik tovább most össze ez is. Már ugye múlt héten is meg lett tartva, tehát ez folytatódik. Ezt mi is nagyon szeretjük. Egyébként ott dolgozunk a múzeumban, és általában egy csütörtökön olyan 2-3-tól 5-ig, tehát a délután folyamán iskola után jönnek a gyerekek. Tudjam, hogy egyébként alsós gyerekek látogatják szívesen, és isteni finom illat van olyan, mintha otthon lenne az ember, mert ugye tényleg hagyományőrző szakkör, tehát nem csak rajzolnak, fonnak, mesélnek, hanem nagyon sokszor sütnek, lekvárt, szörp, süteményeket, olyanokat, amit még az embernek a nagymamája sütött, és akkor mindig megkínálnak persze minket, és isteni finom illat van, tehát pont ez a fajta az otthon illata, az érezhető csütörtökönként, úgyhogy ennek is nagyon örülünk, hogy ez minden évben azért viszonylag sok látogatóval, tehát nagy sikere van. Mert a mai gyerekeknél nagyon sokszor azt látom, hogy kicsit ugye elvesztek a mai világban, és pont azok a gyökerek, azok a kapaszkodók, amit mondjuk egy nagymama vagy egy szülő tud adni, a sokszor már nincs meg, és ez egy ilyen szakkör. Hát, és így lehet ápolni hasonló hagyományokat, igen. És tovább is adni, igen, tehát hogy azok később is éljenek. Pontosan. Folytatódnak a felnőtt német nyelvtanfolyamok, és ezt ugye a német önkormányzat indított el, és az volt a céljuk, hogy azoknak a szülőknek tanítsák meg a német nyelvet, akik már nem beszélnek németül, vagy mert nem is sváb származásúak, mert mondjuk egy olyan házasságba kötötték össze az életüket, de a gyermekük németül tanul az iskolában, és hogy tudjanak neki segíteni. Gyakorlatilag, mint régen az orosz tanárok, hogy néhány leckével járnak előbb, mint a gyerekek. Ez is folytatódik tovább. És mik az eddigi tapasztalatok? Hát nagyon pozitívak, ugye ez tavaly indult, ezt a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a karölte, pontosabban vele együtt ugye elkezdtük a Heimat Múzeum épületében, és nagyon-nagyon nagy sikere volt. 3 csoport indult tavaly, tehát az előző tanévben vagy fél évben. És ez folytatódik is, van, aki folytatja, tehát már egyfajta enyhén haladó csoportként, van, aki új, és kapcsolódott hozzá, és jelző nagyon örülne kezdőként is. Ugye általában úgy lett meghirdetve, hogy Budaörsön nagyon sok iskolában tanítanak németet, német nemzetiséget, és ezeknek a gyerekeknek a szüleinek indult. És most is azért tudom, hogy ezek a 30-40 éves korosztálytás szülők jönnek ezekre az órákra, de most már több helyről halljuk, hogy jaj, nagyon jókat hallunk a tanfolyamról, és szívesen csatlakoznánk, úgyhogy mi kinyitottuk ilyet, ha nem is teljes mértékben, de azért próbáljuk már nyitni ilyen módon a lehetőségeket. És ugye mindenki a szülők közül általában dolgozik, tehát ez is megfelelő, azért mi tudunk ugye teret adni, tehát délutánonként 6-tól van, és általában másfél órában.
és hétfőkkel szerd a csütörtökön, illetve szombat délelőtt tudunk ilyen lehetőséget biztosítani, ami azt jelenti, hogy mondjuk aki heti két alkalommal tud járni, például a hétfő szerdai csoportba, és mondjuk szorgalmas, és ismétel mondjuk hétvégén, akkor az már egész komoly eredményeket tud elérni mondjuk egy pár hónap, pár hét, pár hónap után. És ezt is láttuk, mert tényleg volt olyan résztvevő, aki mondta, hogy hát ő nagyon, nagyon örül, folytatja, sőt már kérdezte nyáron is, hogy mikor folytatódik. És ez október, hát azt hiszem 5-a, 6-a, tehát október első hetében már indul is. Ezért most vannak ugye olyan jellegű felmérések, hogy akkor ki milyen időpontra megfelelő neki, kezdő vagy haladóba szeretne menni, vagy hétvégén járna szívesen, az igényeket felmérjük most jelenleg. Köszönjük szépen, hogy eljött és mindezeket elmondta. Köszönöm szépen én is. Együtt születeltek a testvérek, pontosabban a testvér településekről érkezők. Már 6. alkalommal rendezték meg a testvérvárosi találkozót a szürettel egybekötve a Csiki pihenőkertben. Az idei program különlegessége volt, hogy a Budaörs és Váb önkormányzat tagjai elültettek néhány tőkét a hagyományos budaörsi szőlőből. Idén először a Csiki testvérvárosi születek történetében a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat küldöttsége is kilátogatott a kulturális örökség napja alkalmából megrendezett eseményre. Természetesen műsorral is készültek, hagyományos sváb zenével és táncokkal köszöntötték a vendégeket. Nagyon fontos együttműködés, hogy a budaörsi lakosok, családok megismerjék azokat a testvérvárosokat, akikkel már évtizedek óta zajlik a kapcsolat, és ezek a testvérvárosok is, amikor ide megérkeznek hozzánk, akkor ugye ők is egymással baráti kapcsolatokat alakítanak ki. Ugye megkóstolhatjuk a különböző ételeket, italokat, a helyi specialitásokat, illetve zenei, táncos bemutatókkal is mindig készülnek, hogy a kulturális programokat is igyekszünk zenesíteni. Nem csak ugye egy közös születelésről van szó, hanem ennek egy hagyományos préselése, taposása. Ebben az évben újdonság, hogy a helyi svábok is most már nagyon gyümölcsöző a kapcsolatunk, és ővelük közösen fogunk most még szőlőket ültetni, és ezek ők is bemutatják a saját hagyományaikat, tehát a helyi sváb kultúrát. A mai ételek is így fognak készülni, Teri nénivel készítettük el azokat a helyi sváb hagyományos szüreti ételeket, amiket régen Budaörsön fogyasztottak, és emellett megtekinthetik a különböző táncműsorokat, megkóstolhatják a különböző országoknak a speciális finomságait is a helyiek, illetve hát ők egymással. Bár papíron hivatalosan még mindig nem tartozik Budaörs testvérvárosai közé Pula, az együttműködés a két város között mégis gyümölcsöző. Így a küldöttségük most is ott volt a találkozón. Hal szendvicseket készítettünk itten. Van bakalárhal, incsuna úgynevezett, és kétfajta olajbogyó és egy kis dísz rajta. Mennyire jellegzetes ez az étel arra felé? Tipikus ottani étel, tengerparti étel, a bakalár mondjuk az húsvétra az kötelező. Az incsuna az még a legnépszerűbb hal, mivel lehet sokfajta módon készíteni, sózva, és olajba kötelezően, hogy tárolódjon. És hoztunk egy kis száraz fügét, gondoltuk frisset hozni, de az gyorsan romlik akkor. A szület immulatságban az élet, hogy a bor sem maradhatott el. Mennyire jellegzetes ott a bortermés, hogy mennyire meghatározott? Az isztriai bortermelés az utolsó 30 évben rettentően haladt, úgyhogy nagyon sok világhírű bor keletkezett. Mink hoztuk ilyen házi bort, a Malvázia tipikus isztriai bor és Merlot, mind a kettő. Ezen kívül még a Dingács is ottan szerepel, de inkább ezt hoztuk a könnyebbet. Budaörs szerintem ebből a szempontból is különleges helyet foglal el a települések sorában, mert a testvérvárosi kapcsolatunk rendkívül élő. Ez a találkozó, ez ma már a 6. lesz az előző évek során, és megrendezésre került, és mindig rendkívül jó hangulatban szüretelnek a testvérváros különböző megérkezett delegáció tagjai. Most annak külön örülünk, hogy a Kisújfalu új polgármester asszonya is itt van velünk, úgyhogy remélem, hogy nagyon jól fogja magát érezni. Rózsa vagy, még annál is szebb vagy, aranynál ezüstnél sokkal ékesebb vagy.
A kisújfalusiak idén tánccal és a Felvidéken jellegzetes zenével mutatkoztak be a látogatók előtt, no meg egy kis finomsággal, amit kimondottan a budaörsiek számára készítettek. Szívügyünk Budaörs testvér települési kapcsolata, és mindig nagy szeretettel jövünk. Próbáltunk igen az idén egy kicsit újítani, annál is inkább, mert tegnap nálunk először a történelemben szerveződött egy helyi termékfesztivál, aminek tulajdonképpen a termékeiből ide is hoztunk. Van házi sajtunk, természetesen elmaradhatatlan a kemencében sült kalács, hoztunk jó igazi kisújfalusi szilvapálinkát, jó kis rizlingbort, és egyéb ilyen sütiket, amit a lányok készítettek. A szomszédos leendő testvértelepülés, azt lehet mondani, nagyon büszke az isztriai borára. Kisújfalusiak mennyire büszkék a borokra, és mennyire jó ez a bor? Ó, hát nagyon kérem. Azt kell azért rólunk tudni, hogy nekünk Kisújfalun van egy nagyon szép kis autentikus pincefalunk, aminek hát a bor termelésnek nálunk ős története van, és nagyon-nagyon régi hagyománya, úgyhogy mi is születi mulatságokat is tartunk, és most már nagyon szépen kezdenek alakulni a helyi borászok, igazán nagyon márkás és jó hírű boraink vannak, büszkék is vagyunk rájuk, és amennyire lehet támogatjuk őket ebben. A kulturális kínálat után aztán végre eljött a várva várt pillanat, és elindult a hagyományos csiki szüret. Mindenki, aki ki akarta venni a részét a munkából, ollót és vödröt kapott. Jöjjenek, vegyenek vödröt, ollót, és lehet kezdeni a szüretet. Míg a vendégek zöme szüretelt, az alatt a budaörsi német nemzetiségi önkormányzat tagjai szőlőt ültettek. Így most már a hagyományos budaörsi szőlők közül is lesz egy sor az Európa kertben. Ez még a régi budaörsi csili féle szőlő. Most ezt szeretnénk, és reméljük, hogy ez meg fog indulni, de hát ez majd jövőre fog kiderülni. Szorgosan locsolni kell, ugye ezt régen is, mikor csinálták a gyümölcsösökkel. Vigyázni kell, nevelni kell. És én úgy gondolom, ebbe az a szép, hogy mind az öt testvérvárosnak van itt egy szőlősora, meg van egy barack, meg szeretnénk majd későbbiekbe ültetni igazi ilyen budaörsi keresztezésű barackot. Már van ígéret rá, hogy régi budaörsiek, akik még mezőgazdasággal foglalkoznak, hát itt szőlő meg barack termelése, hogy kapunk eredeti oltványokat. Hát az van az igazi. És ez a csiri egyébként milyen bort terem? A csiri ez inkább étkezési szőlő, ez volt az a szőlő, amit a svábok eltették, ezt hosszú ideig elállt, mert felkötözték, és a spájzbe is fellógatták. Karácsony környékén nagyon jó pénzt kaptak, illetve hát elcserélték élelmiszerre, elvitték a piacra, és cserélték élelmiszerre. Ez most már azért csiki szüret, tehát igazából nyilván a helyi adottságokhoz is igyekszünk alkalmazkodni. A gyerekeknek készítettünk is egy játékos feladatok vannak, egy különböző feladatsor a jurtákba, a veremházakba, illetve szüreti népi játékokat próbálhatnak ki. Ezen kívül tesővárosi totó is lesz, valamint aranyszőlőszemeket is kell majd keresniük kint a szőlők között, és akik megtalálják, azok külön jutalmakban fognak részesülni. Tehát megpróbáltuk a helyi adottságait, illetve ezeket a hagyományokat is felerősíteni, mindenből kivéve azt, ami szerintünk itt a legjobban beválik, és szerencsére kisütött a nap is, jó idő van, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Ez a prognózis úgy tűnik helytállónak bizonyult, hiszen mindenki, legyen akár a testvérvárosi küldöttség tagja vagy látogató, örömmel fogott hozzá a szőlőtőkiken ringatozó fürtök begyűjtéséhez. Mi csak úgy hobbi szinten leszedegetjük otthon meg. Késztetve vagyunk, mivel ott ugye hát azért termesszük a szőlőt, hogy a férfiaknak legyen mit inni asztánból. Nők nem szeretik meg a bort? Meg murcit, ami állítólag egy nagyon jó vércsere ilyenkor, és kötelező meginni hány litert? Kettőt? Minden férfinak. Minden férfinak. Nőnek nem, mert hát ugye mi nekünk, csak a férfiak. Igen. Általában egyébként kint ott Felvidéken mennyi ideig tart egy szüret? Mekkora családi rendezvény ez, vagy mekkora rokonságot kell megmozgatni az, hogy minden jól működjön, klapoljon? Hát mondjuk az a területtől is függ, de mondjuk személy szerint én úgy vagyok, hogy örülök, hogy legalább akkor összejön a család, úgyhogy mi jövő héten fogunk szüretelni, hát lehet, hogy leszünk 25-en. Majd meglátjuk, ki ér rá, milyen idő lesz, úgyhogy bízunk benne, hogy azért lesz jó szüret. A leszüretelt termést természetesen annak rendje és módja szerint egy kádba gyűjtötték, ahonnan taposás után a prés alá került a nedű, biztosítva a jövő évi csiki vínó alapját.
Most mindjárt újra levetítjük a délelőtti testületi ülést, vagyis megismételjük az élő közvetítésünket. Ha azonban most nincs idejük megnézni, akkor ajánlom figyelmükbe a pénteki Városi Magazint, amiben összefoglaljuk majd a legfontosabb történéseket. A következő pár napban egyébként továbbra is gazdag program lehetőség kínálkozik Budaörsön, mutatjuk, hogy melyek. A Heimat Múzeum Szabad Egyetem sorozatában a magyarországi német tájházakkal és kiállítóterekkel ismerkedhetnek meg csütörtökön 17 órai kezdettel. Az előadást a német tagozatos diákoknak és pedagógusoknak szeretettel ajánlják. Dr. Szondi Máté a megbocsátás pszichológiájáról tart előadást a Jókai Mór Művelődési Központ kapcsolatok sorozatának keretében csütörtökön este 6:30-tól. A Szemekbe zárt titkok című argentin-spanyol filmdrámát vetíti a Jókai Filmklubja pénteken este 7-től. A film 2010-ben elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. A belépés ingyenes. Játszóház projekt indul az ifjúsági klubban. A szervezők sok jó fejembert, új hullámos társasjátékokat és remek hangulatot ígérnek péntek estére 16 órától 21 óráig. Belépés 12 éven felülieknek. A globális háború körvényeiben címmel tart előadást dr. Bogár László közgazdász a Polgári Kaszinó nyári szünet utáni első rendezvényén az Adler kávéházban pénteken 18 órától. És végül, de nem utolsó sorban, fogyókúra napokra invitálja vendégeit a lakótelepi közösségi ház pénteken és szombaton délelőtt 9 órától. A rendezvényen egyebek mellett szó lesz a hipnoterápia szerepéről a fogyásban, a táplálkozás asztrológiát is segítségül hívják, és fülakupunktúra tanácsadáson is részt vehetnek. És akkor mutatjuk elérhetőségeinket. Telefonszámunk 611-522, e-mail címünk szerkesztőség@bvtv.hu. Várjuk kérdéseiket, észrevételeiket témáinkkal, műsorainkkal, riportjainkkal kapcsolatban. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, most tehát kezdődik a délelőtti testületi ülés közvetítésének az ismétlése. Viszontlátásra!